Elérkezett a napja. Vagy a, ez az ütemezés, ez az volt, hogy na most már mindjárt kezded? Buik! Ezzel akartam kezdeni. De nem azóta öröm. már rengetegszer találkoztunk. Mi? Nem mi, hanem mi és a közönség, mert nyilván nem. Nem. Mi... Olyan, Velem o... találkoztak veled, nem. Úgyhogy neked kéne mondod, hogy bújék, mert én már elmondtam négy videóban, hogy bu, Nem, két videóban, hogy bújék. Ja, hogy a Hitman ez kedden megy ki, nem pénteken. Hát igen, mert hogy Ups. péntek este vettük. Vagy már mi van ma? Csütörtökön vettük fel. Csütörtökön vettük fel, Pénteken viszont péntek... péntek ki az over Pontosan. Vagy. Jó, bezavartál. Boldog új évet Egyébként mindegynek. abba sem mondjuk, hogy új év. What ev? Majd Megint kedden csak az időt. Abszolút. Szóval... Egyet mondjad a akkor. Nem vagyok még összeszokva, az a baj. Nem. 2019 van, ami azt jelenti, hogy egy, egy évet letudtunk, erről szólt az előző két podcast, most pedig nagyon jól megjósoljuk, hogy mi lesz a következő évben, mert az Tavaly is bejött nekem. Hogyne. Ákosnak nem. Nekem is a, a legalább annyira bejött, <laughs> mint neked. <laughs> szóval, e, már én mindent láttam, meg kicsit utána néztem ezeknek a dolgoknak, mint egy felkészült ember, Igen. hogy mit mondanak, és olyanokat láttam, hogy ő üres a 19-es év megjelenések tekintetében. Mit És hogy nem fog semmi jönni, úgyhogy menjünk végig azon a sok semmi, ami nem fog jönni. Jó, legyen úgy. Én összegyűjtöttem, hogy melyik hónapban mik jelennek meg, és én azt mondom, hogy augusztusig minden hónapban lesz egy olyan játék, amit szerintem te vagy én nagyon várunk. Én biztos vagyok benne. Indulok rögtön a januárral. A, elvileg a Walking Dead the final season befejezése érkezik januárban, vagy legalább... hát De hogy? Hát igen. Legalábbis a harmadik rész. Harm... Akkor még nem a befejezése. A harmadik rész jön és uh, legalábbis ezt írták. És az Epic Game Launcherre, meg hogy amúgy az egész uh, Final Season az, az idén fog érkezni, mármint a maradék része a Final Seasonnek. Ezt már így off mikrofon mondtam neked, de valamiért nekem a hullagyalázás érzetét kelti az, <laughs> hogy az Epic Games meglovagolja ezt a Walking dead és a No Pun intended, mikor a Walking Dead-kel kapcsolatban hullagyalázásról beszélek, de hogy Feltámasztja a halott Friend, de nem ők támasztják fel ráadásul, hanem már ezt felkarolták korábban, és most az Epic Games úgy döntött, hogy ha ezt már felkarolták és életben tartják, akkor lehúzunk róla mi is egy bört azzal, hogy Epic Games exkluzív lesz. Ami azért cumi, mert hogy ezt az emberek megvették Steam-en. Akik megvették steam megkapják steam Igen, igen, igen. That's fine. Akkor úgy. Uh... Részben rendben van az, hogy új vásárlóknak, uh, Epic Games-en lesz, az megint más kérdés, meg az is egy másik kérdés, hogy lesznek egyáltalán új vevői ennek. Én nem vagyok PR szakember sem, <laughs> de én úgy érzem, hogy az Epic nem is próbálkozik. Elég volt egy jó, egy, egy jó kezdőlök és volt, hogy mennyire ki lesz az epic Store, és azóta csak jönnek a rosszabbnál, 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 rosszabb hírek. Kivéve az ingyen játékok. Mert ez meg az a, ilyen az még, módszak. az még az előzőhöz tartozott, ez meg a bejelentéskor érkezett. Azóta, ami kiderült, az mind negatív volt, és ez is, hogy most tényleg annyira fájt volna nekik elengedni ezt, hogy akkor ebből pénzt csinálják. Nem lett volna elég a PR stand belőle, hogy oké, okay, segítettünk, uh, nyomtunk be némi pénzt, neki, nekünk köszönhető, mondjuk belerakunk az elér egy Epic Game Store, vagy Epic De nem Game... neki, nem ők karolták fel. Nem ők, de valószínűleg adtak bele pénzt, gondolom, hogyha exkluzívá tudták tenni. Tehát beleraknak az elére egy Epic Game Launcher reklámot, a, mikor feljönnek a logók, és menjen Steamre is. Fine. Ezt miért nem, miért nem lehet így megoldani? Mármint nyilván én úgy érzem, hogy megint profit maximalizálás zajlik, és szarnak bele a, a, a public relationbe, ami kb. ié tempó. Na, nagy szava. De hmm. valahol igaz. Igen, iébed. Jó, <laughs> emellett érkezik januárban a Resident Evil 2 remake. Fine. Nem, ér nem értünk hozzá. Nem, de gondoltam, hogy elmondom, mert múltkor is nem mondtunk valamit, ami minket nem érdekel, de mást érdekelhet. Ez szóval... biztos. Igen. Tropico 6, amit akár még várnék is, hogyha nem nem az lenne, hogy tro ez Tropico 3.8 lenne, mert megint a Tropico 3, és azóta minden játék kb. egy két dlc újdonságot hoz bele. Úgyhogy majd, ha ez is 5 dollár lesz, akkor majd megveszem a, a teljes teljes kollekció. Kérdés? Nincsen. Akkor érzem, most jön a bomba? A, a Kingdom, Hearts 3, Kingdom Hearts 3. Amire mindenki tíz éve vár, kivéve Balást és engem. Mert minket hidegen hagy, mert és nem, nem az, hogy nem értünk hozzá, mert nyilván nem értünk hozzá, ezt nagyon sok mindenhez lehet mondani. Csak De nem is rántott be túlságosan a... Nagyon bizar! van olyan, tehát a, a, a viccenél is a második résznél kapcsolódtam be, és az igen. magával tudott rántani, a Kingdom Hearts az ilyen VTF, de erről már rengeteget beszéltünk korábban. A Kingdom hearts akkor a rajongói bázisa van, akiknek most már saját jövedelmük is van, I guess, hogy nem kellenek új rajongók. Nem kellenek. Kell a francnak. Most nulláról magyarázzuk az egészet. Hát akkor akkor végül is békében vagyunk. Ők nem akarják rám erőszakolni, én nem akarom magamra erőszakolni. Jöhet a február és a Crackdown 3, ami talán sose fog megjelenni. Right. Mi a következő február, Crackdown 3, ez, um... <laughs> ez... Ez... meg fog jelenni, és siker lesz. Ez az első nagy... Uh... <laughs> Na fene! Nagy, nagy mondásom idén ebben a podcastban. Méghozzá azért, mert akkor híre van már ennek a játéknak, és a hozzáférhető lesz a Game pass hogy egy csomót fognak, csomót tartalom lesz belőle, Som, csomóan fogják streamelni, hogy lássák ezt a trainwrecket, és ennél fogva egy ilyen mém játékként sokkal sikeresebb lesz, mint amire számítottak már az utóbbi évben mondjuk. Mark my words. Nem Jó. tudom, tudom ezt, hogy lehet ellenőrizni majd utólagosan, de hidd hogy lesz, lesz, hangja és lesz zaja. Én tipikusan azt a gaming iparban jellemző petárda pukkanást képzelem el, hogy megjelenik, arról beszélnek egy hétig, és aztán, mint nem is létezett volna. Fine, de akkor legalább hangos lesz. Hangosabb, mint, mint, sok cím, mint mondjuk a ReCore, ami a Microsoft <laughs> utolsó nagy dobása volt. De februárban jön a Far Cry New Dawn is, ami egy Far Cry lesz. Szerintem kimaxoltuk mindent, amit erről lehet tudni. Uh, majd elmondják a kritikusok, hogy ez sokkal jobb Fallout, mint a Fallout, és akkor hogy mindenki elégedett lesz. Többé kevésbé egy darabig. De ugyanakkor repetitív válik a gameplay. <laughs> Csak nem. Ez, ezt is elmondják. Aztán jön egy pirosbetűs ünnepákos naptárában. <laughs> a Metro Exodus végre megjelenik. Zanyám. Hosszú, hosszú évek után. Nem fog tovább csúszni, akkor azt mondod? Egyrészt nem fog tovább csúszni, mert hogy éppen most hozták előre. Nem, az az át, úgy elég helyzet lenne, hogyha egy csipicsukíznának a mm. megjelenés idővel. Jó lesz, Ö, méghozzá azért lesz jó, mert megmeri azt lépni, amit a korábbi metróknak még nem kellett, de ennek már szinte kötelező, hogy kicsit kinyissa a metró világát és ne csak a metró alagutakba kalandozzunk, mert az már egy há harmadik játéknál egy ilyen nagyon limitált, nem csak hogy játékmenetben, hanem konkrétan, vizuálisan, meg történet szempontból is limitált, mivel a metró alatt vagy. Um, ez így a felszínre tör, és kicsit ah, open worldes lesz. Pun intended? Felszíretől? <laughs> Kinda. Amivel óvatosan kell bánni, mert az Open World játékúba nagyon sok mindenkinek beletört már a bicskája. Szerintem nem fogják Busy work mert nem passzol a stílushoz. Ezek inkább habok lesznek, mint, mint igen. összefüggő hub, uh, Open World. Úgy. Jó. A, és a vonattal közlekedünk közöttük. Várom, szeretettel. Ez a 2035-nek a sztorián répül, loosely based. A Metro az nagyon furán oldja meg, mert a 2034 az... Az a last light. Az Nem, éppen ez az, hogy van a regény, a 2033, 34, meg 35. Uh -huh. És valahogy, fú, nem is tudom a kronológiát pontosan, de valahogy a last light az talán a 34-re épít. Ez mondjuk logikus, ezt mondtam az előbb én is. De hogy nem az adaptációja, nem. hanem hogy így inkább a folytatása. a folytatása. Uh -huh. Hát a kétszer, as az annyira rossz volt. Tehát hogy a, a játékok nem inkább a könyvek semmi. közé esnek. Talán még a 33-nál van fedés, utána már a könyvek és a játékok nem fedik egymást. 34-et olvastad? Igen. Az nagyon rossz Borzasztó volt. Borzasztó rossz volt, mert azt hitte, hogy rossz rossz filmet volt. ír. <laughs> és <laughs> még az is rossz. Nem csak, hogy máshogy írsz, meg olyan volt, mint hogyha nem egy regényt írna, hanem nézne egy filmet, és leírja, hogy éppen mi történik abban a filmben. Ugyanakkor meg ráment arra, hogy ő most akkor valami mélyet ír, valami drámát. <laughs> Ó, én nagy író vagyok most már. Look at me! De aztán csak nem jött össze. És akkor a 35 az meg nekem ilyen... Voltak nagyon jó részei, mi nagyon rossz, de legalább, legalább, voltak jó részei. 35 már el olvastam, annyira rossz volt a 34. Oh. De a játékot továbbra is nagyon várom. Jó, akkor most jön nekem három. Az Anthem az első, amit én várok, kinda szorta, ki fogom próbálni. 1500 forintért. Mennyiért? Nem. Mennyiért? 15 euróért. 4500 45... euró. ki fogom próbálni. kicsit, kicsit <laughs> <Rezeg> a <lét, gül> Ezek a léz, de nem baj, ki fogom próbálni. Discordon már épül a bögre Dream Team. Hogy legyen négy ember, aki entömezik, Hát jó mulatás nektek. Én elég messze <laughs> múltit játszottam, hogy ezt most ne kívánja annyira azt A, a, a Story nagyon érdekel, de lehet, hogy aztán végül mégsem fogom kipróbálni. Csak a sztori érdekel, de azt meg nehéz követni múltizás közben. Igen. <laughs> Fuckem. Majd elolvasom a hozzátazzó regényt, vagy a Wikipédiát, <laughs> legrosszabb esetben az AnthemPédia, vagy mi lesz a címe, nem tudom, a Wikipédiának. Aztán NO1800 amit nem fog megvenni, de tök jó, hogy jön egy, jön egy újabb enorész. rész. És most <laughs> már figyelem, hogy kijönne a kilenc a, a dátumból. <laughs> Köszönöm. És uh, végül pedig a Dirt Rally ami viszont nekem <laughs> nagyon kéne. Nagyon jó lenne, hogyha megvenném. <laughs> Születésnap az nem akkor van, karácsony már elmúlt, hát ezt megveszed magadnak már. <laughs> Névnap. Névnapra. Mm. Egy friss megjelenés. Mm. Ain't nobody got money for that. <laughs> Ráadásul, hó elején van az évnapom, nem pedig a végén, amikor valószínűleg a dört érkezik. Hát ez mindegy. Ja, tényleg. Ugye? Volt ilyen is. Volt erre is példa. Szóval a kettő. Kíváncsi vagyok, mennyire lesz asset flip, mert a code mindig úgy épít a következő játékot, hogy az előző kettőnek az összetjét rakja össze, és harmadában ad hozzá új tartalmat. És most is nézve a trélereket, ja, sort a of kind a of Dirt 4 és uh, Dirt Rally mashup egy pár némi új tartalommal. Tehát Dirt 4 csak nem árkád lesz, hanem közelebb áll a szimulátorhoz. Igen, de Dirt Rallyból újra azt elemekkel. Tehát kb. úgy néz ki, hogy van mondjuk hat helyszín egy, egy bármilyen Codemaster Rally játékban, a hat helyszínből kettő az előző játékból jön, kettő az az előtti játékból, és kettő új és az autók is nagyjából ilyen arányban oszlanak el. Jó, mondjuk egy idő után már mit újítasz egy rally játékon? Új helyszínek, mert tudod, nem csak hat ország létezik a földön. Jó, oké, És ráadásul rengeteg ikonikus hely van, ahol rallyt rendeztek. De gondolom azokat már mind megcsinálták. De mondjuk, amit már a Colin McRally volt, azt újra elő lehet venni, nem gond. Plusz új pályák sem ártanának. Tehát az egy dolog, hogy mondjuk volt már múltkor Velsi akkor most legyen Dél-Angliai rali, érted? Kicsit más, kicsit hasonló, volt múltkor Ausztrália, hogy most legyen Új-Zélandi rally, vagy Ausztrália egy másik részén. Hoppá! Ha, hoppá! Itt nincsen probléma, tehát nem kell alkalmazkodni ahhoz, hogy a valóságban a VRC az hol megy. Úgyhogy Elfogadom, jó van. Ez olyan, mint hogy a forma 1 is, most mondhatnád, hogy ah, de a versenynaptár az mindig ugyanaz, meg apróvászolások vannak, azt mit lehet benne újat csinálni? Lehetne behozni klasszikus futamokat, mondjuk, amik egyszer már voltak a Forma 1-ben, hogy volt benne négy olyan pálya, ami nem része a versenynaptárnak, de valaha része volt. És ott aztán vannak ikonikus pályák, de a Codemasters ain't nobody got time for that. Annyira van idejük, hogy évente hozzáadjanak egy vagy két új pályát, meg lemoderezik újra a kocsikat. És kész. De nem, hogy beszélünk egy kapcsán. Jó. Március is, uh, is olyan lesz, hogy hogy lesznek itt dolgok. Rögtön érkezik a Total War Three Kingdoms, ami egy, uh, nekem, erről szerintem beszéltünk már az e 3 alatt, mikor bejelentették. Úgy tűnik, hogy visszanyúlnak a Shogunhoz, mert az egy nagyon népszerű sorozat volt a Total War-on belül, de Kínára szabják, mert Kínaiak sokan vannak, és szeretik a saját dolgaikat megvenni. Hosszú idő után ez lesz az első fővonalas történelmi totávor, igaz? Mert jött egy ilyen britanniás, de az kicsit ilyen fél epizód volt. Az a erősen nagyon tudom, hogy ez mennyire Hall lesz Hall ez új epizód, mert már az Attila óta, az Attila is egy fél epizód volt. Az, az jött a Róm után, a Róm 2 után jött az Attila, az egy fél epizód volt. Aztán jött a Rule Britannia, amiről felteszem, hogy fél epizód volt, mert 40 dollárért kezdték rárulni. És most, hogy ez mi lesz, már ez nem lehet nagyon mondani a Total hogy most melyik, melyik egész, melyik fél. Lehet, hogy csak egy reszkinel trúl De végül is... It's fine. Nem fogom megvenni, de it's fine. <laughs> Viszont az utána lévő megjelenés mm. biztos vagyok benne, hogy megveszed. És mondja Bob kettő. Mint a Tom Clancy the Division, Clancy's the Division 2. Hogy miért van még mindig rajta Tom Clancy neve, Az senki se tudja. Hát mert ez egy franchise. Kit érdekel? mcdonalds is az évek mcdonalds mert McDonald's nem az évek, mert mcdonalds -éké. <laughs> nem is azért, mert Tom Clancy, csak hogy Tom Clancy az régen egy szellemiség volt, hogy próbálnak realisták lenni. Nem, most már a, a... Minden Tom Clancy, ami kicsit realisztikus. Militári. Militári jövőbeli shooter, Futurisztikus, realisztikus, közeljövőbeli militári súter. De ez a Division előtt nem így volt? Nem teljesen. Igen. Mondjuk azt, hogy a jelen és a közeljövő volt mindig a Tom Clancy. Szerintem ez így megállja a helyét. Jelen és közeljövő mert ö, ö, volt a Siege, volt a Rainbow Six, azok jelen videók voltak, de volt az End War, End War volt a Tony Hawk, vagy mi volt annak a cím? cím Hawk, Hawk, meg Hawk 2, amik meg közeljövőbeli, közeljövőbeliek voltak, szóval így, yeah, ja, minden belefér, ami ja, mint a Code Modern Warfare. Amit jelen pillanatban tudunk a Division 2-ről, hogy Bullet 2, nem mondták, hogy nem. Biztos mondták, hogy nem. De, ki de el, hisz, el? Hiszen, nekik nem. gameplay volt róla. Ja, tudom, ez lesz az a játék, amiben nagyon ö, kulturáltan kommunikálnak egymással a játékosok, és abszolút immersződnek a világba. Igen. Volt róla andy vel körbevett Béta is, úgyhogy nem tudunk a, arról, hogy mit tapasztaltak azok, akik próbálták a Bétát. A hivatalos, hosszú játékmenet alapján ez Full Division lesz. Csak Washingtonban. Meg lesz valami érdekesnek tűnő sztori, úgyhogy szintén ő is fedukhatják maguknak az kisújukat. Mert érdekesnek tűnő sztorikat írnak bullet sponge online co-op multiplayer shooterekbe. Az A single player játékokban meg szar sztorikat. Mindegy. Aztán devi uh, Devil May Cry 5, amiben több irányító karakter lesz. Ez Pont, pontosan annyira vár, mint az előző négy Devil May cry és a feldolgozásukat. Ez lesz az Devil May Cry a nagy visszatérése. Megint? <laughs> Jó, tudom, az előző egy reboot volt. Igen. Amit Fine. a nin Ninja Theory csinált, és amúgy korrekt volt egy olyan embernek, aki előtte a játszott Devil May Cry. -t. Na, de ha játszottál vele, egyensítetted és a kaszát azonnal? Igen, és most örülhetsz, mert jön az ötödik rész. <laughs> Benne lesz a mindenki kedvenc karaktere. Insert karakterném hír. Ami már ennél érdekesebb, az a Sherlock Holmes fejlesztőinek a Lovecraft játéka, The Thinking City. What are you thinking about? Very funny. Köszönöm. Ami potenciálisan vagy egy nagyon jó játék lesz, vagy olyan, mint a Call of Cthulhu, hogy mm -hmm. van van azért production value, de mégis egy indie csapat csinálja, akik nem csak hogy tapasztalatlanok, hanem nem teljesen gondolták végig a koncepciót. Most úgy néz ki, a Sinking City mögött pénz is van, és tehetség is van, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok. El lehet mondani, hogy a, 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 a srácok megteszették magukat, mind pénzügyileg, mind pedig a, tudásügyileg a Sherlock Holmes játékokon. Úgyhogy akár még jó is lehet, hogyha ezt az egészet... Mert hogy annyira nem áll egymástól messze a Sherlock, meg a túlvilága, világa, hogyha kiveszel a szörnyeket. <gül> <gül> nem, mert mind a kettő ilyen viktoriánus végi, modern kor eleji. A kutuló kicsit rége, kicsit előrébb van a timeline-ban, tehát az közelebb van a mi, mi idő, időnkhöz. Csak az a kérdés, hogy a horror hogy tudják ábrázolni. Ha jól, akkor, akkor lebegni fog. Nekem annyi kell, hogy elérjen egy uh, Remember mi szintet, ami azt jelenti, hogy hangulatban nagyon ott van, tele van érdekes ötletekkel. Hát itt az ötletek azok adottak, mert Lovecraftból fogják átemelni az összeset. Azt az is lehet azért... A, a gameplay meg legyen serviceable, tehát legyen élvezhető, uh -huh. mondjuk 8 órán keresztül, nekem nem kell kifosni a spanyol viaszt, legyen éppen eléggé szórakoztató ahhoz, hogy magamba tudjam szívni a világot, amit megteremtettek. Jobb. és akkor márciusban jön a Sekiro, Shadow vagy... ami ez, a japán, japán című, magyar, az angol című a Sekiro Shadow Star Twice. <laughs> és a, a, ez lesz az a Dark Souls játék, ami nem lesz Dark Souls, csak 97%-ban. De majd valaki biztos elmondja a comment, vagy ilyesmi, hogy de ez egészen más, mert a Dark Souls-ban ilyen típusú a Itt meg olyan típusú. Elmondom mert neked mert, hogy Egyszer va valaki mondta valami form, mondja Bloodborne az egy Dark Souls-szerű játék, és valaki jut, hogy nem, nem, egészen más, olyan messze van egymástól, mint a FIFA meg a COD. Szóval, kérlek, fejtsd Nem ki. vagyok Dark Souls szakértő, viszont itt, ebben a duóban én vagyok az ügyeletes Dark Souls szakértő, mert nincs jobb, és hogyha nincs jobb, akkor be kell érni a gyengével is. Viszont egy szakértői videóban azt láttam, azt mondták, azt okoskodták ki, és ez valinnak is tűnik, hogy a Dark Souls játékban alapvetően három típusú karaktert tudsz építeni. Az egyik az, ami mozgékony és dodgjol. A másik az, ami pajzsal védekezik a, és, és kiállja az ütéseket. A harmadik pedig az, aki perizik. Vagyis hát a, a pajzsal védekezés az inkább olyan, hogy az ilyen heavy karakterek, ami tank, Aha. tank karakter. És akkor a Dark Souls az, ami leginkább adja magát ahhoz, hogy ilyen páncélos, inkább tenkibb karakter legyen, pajzsal. A Bloodborne adja magát ahhoz, hogy el mozogjál minél többet, és arra is kényszít, hogy mozogjál. A Sekiro lesz az, ami, aminél a peri lesz a középpontban. Na látod? Ez az, amikor mind a kettőnek igaza van, annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy jelentős dolgokat mondunk. Azért, mert van némi különbség abban, ahogy a karakterek, illetve mondjuk jelentős különbség van abban, ahogy a karakterek mozognak, attól még maga az alapjáték és az alapkigondolás az maximálisan ugyanaz. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy a Kotor igazából három játék, mert háromfajta karakter class tudsz benne egyenlően játszani. Tehát ugyanolyan lesz a, a, a valószínűleg a felépítése a világnak, a progress benne, a harcok, Nyilván lesznek eltérések. Of course, hogy lesznek eltérések. Persze, nyilván, ez, ez adott, hogy azért mégiscsak egy uh, From Software játékról beszélünk, és ugyanúgy, hát, ugye, ahogy a Dark souls meg tudtad építeni ezt a három karaktertípus, lehet, hogy itt nem biztos, hogy megvan a lehetőség arra, hogy uh, megépítsd ezeket a karaktertípusokat, mert adott lesz a karaktered. Hát Viszont a From, From Software az nem egy Clay, maradjunk annyiban. Clay, igen. Clay. Viszont uh, Viszont periközpontú lesz, ezt akartam igazából mondani, Dark Souls-t is, souls is játszhatod periközpontúan, központúan, de nem az volt a legkényelmesebb, vagy az a legkézenfekvőbb. Oké. Okay. Meg ennek lesz mm, szűkebb sztoria, jobban elmesél sztoria, vagyis nem jobban, hanem konkrétabban elmesél sztoria, nem lesz ilyen komolyos, uh mint a Dark souls -ban. Akkor már látom is a backlash hogy... szájbarágos, uh, ja, Nuboknak e készült! Igen, ennyit tudunk a sekiro a de nyilván javítsatok ki kommentben, mert volt egy csomó uh, szóhasználatban is tévedés, tárgyi tévedés is volt, pedig csak két mondatot mondtunk róla. Uh, még esetleg azt lehet hozzátenni, hogy a mitológia az más, amire alapszik, és most egy, most ala egy sokkal japánosabb világ, mint ami eddig valaha. Igen, meg nem csak a kombat mozgás lesz más, hanem a világban való mozgás is, mert lesz egy kis hukad, amivel repkedhetsz ide-oda, és gyanús, hogy vertikálisabban is uh, változatosabb pályák lesznek. Nem úgy, mint a Dark Souls-ban, hogy így létre, és felmászol 5 percet, és aztán leesel. De magad. lényegében volt a From Software Game number 1, az volt a Dark Souls 1-2-3, utána lett a From Software Games 2, az volt a Bloodborne, és From Software Games 3, ez a trilógia harmadik része lesz, mert nagyjából annyi különbség van ezekben uh, játékmenetileg mindig valami plusz, kis pluszt adnak hozzá, de nem annyira elkülönül, elkülönülő dolgok, mint mondjuk ha más dolgok lennének. Ez nem gond, ez, ez, it's fine, it's fine. Hát nyilván ezért várja mindenki, mert nem lesz túl nagy eltérés, hanem megadja nekik azt a rastem, amit kis, a Dark is. Jó kis megszokott, szeretett. Ez ilyen. Az biztos, meleg. hogy azt mondta a boss, hogy ez lesz a legnehezebb? Na majd a meglátjuk, a, hogyha, hogyha jön a boss harc, akkor mit fog mondani? Na. Jó, most, hogy már mindenki utál, aki valaha de szóval lapozzunk, <laughs> és á, április, itt kezdenek fogyni a játék hogy beszélünk, hogy miért a konkrét játék beszélünk Ilyen, most, tehát aminek dátuma van. van. Oh. Na, onnan csak <laughs> A Mortal Kombat 11. Erre már a véleményemet. Legutóbb nem beszéltünk arról, hogy milyen jó volt a zene a trailer alatt. Nem Jó, emlékszem. Oh, no, yo, yo, motherfucker, yo, yo. Shit. Ja, oh, yeah. Az nagyon hiányzott akkor. <laughs> És Days uh, Gone, amiről nagyon nem hallani mostanság. Pedig mennyire azzal akarták tolni a PS-nek a szekerét? Mert hogy kitalálták, hogy kéne egy játék, ami Last of Us, de mégsem. És ez lett a Days <laughs> Gone, ami egészen más játék, mert motoros bandán vannak benne, és azok a zombikat, nem egy felnőtt, meg egy kislány doj. És most nagyon nagy a csönd körülötte, nagyon várom, hogy megjelenjen. Mert azt pont um, múltkor volt egy beszélgetés az egyik fórumon arról, hogy jó játék a Last of Us, vagy nem. És azt írták sokan, akik játszottak vele, hogy gameplayben egy tök semmilyen játék, és a sztori emeli ki. Na most, ha kiveszed a sztorit... <laughs> akkor már marad? Akkor marad a Days Gone. De hát, ha jó lesz. Lehet, hogy amúgy ez még elég durván a konzolciklusnak talán még a közepén, vagy már az elejébe Két kacsingat. Éve. Két Mikor éve jelent, jelent, bejelentették ezt, akkor inkább a közepén. Hát úgy látszik, hogy a PS-nek ez egy ilyen záró címe lesz lassan a PS4-nek. Egy gyönyörű hatyuda lesz. <laughs> uh, májusban érkezik a Rage 2. Fine. Június... <laughs> Rés kettő, igen, ezt beszéltünk, Epi, úgy tűnik egyenlőre, hogy Epic Games Store-on jelenik csak meg, úgyhogy elveszti a potenciális bázisának a 60%-át már most. De ezt majd jobban kifejtem, hogyha a, 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 az évről fogunk ilyen homályosabb jóslatokat mondani. Jó. Június. Crash Team Racing az év fénypontja. <laughs> 2019-nek az eszenciája a játékipar forradalma, és az új. Nem az új születésnapom, az újjászületésem napja. Szilárd. Ha lesz valaki, aki játszik velem. Nem. Uh, Augusztusban pedig végre jön a Várováts Sembju 3. Mondanám, hogy majd bevágok tücsök ciripel de múltkor is elfelejtettem bevágni dolgokat, úgyhogy nem ígérek semmit. Ez, a Semu 3 az Kingdom Hearts 3. Nosztalgiára építő, 30 év után visszatérő, ma már egyébként irreleváns cím. Ha újat tudnak mutatni, mutassanak, ha azt a régi dolgot tudják mutatni a nosztalgiára éhes rajongóknak, akkor az is jó. Fine. Fine. Csak akkor van egy rakas megjelenésünk, ami az nincsen uh, még dátum hozzá tűzve. Ezzel még menjünk végig gyorsan, aztán beszélgetünk egyéb dolgokról. A uh, Toads. Battletoads. Nem remaster, hanem... Egy új Battletoads. Új Betel Mert erre toads. volt szükség a világnak. <laughs> Control. A Remedy Várom. Új játéka. Várom, ez a... Quantum... Break fejlesztése alatt vágóasztalon maradt ötletekből összetálkolt új <laughs> játék. Gyönyörűen hangzik, ha így mondod. De egyébként tényleg érdekel, mert vizuálisan is jól néz ki, a gameplayben is ígér egy-két új dolgot, de hát, valószínűleg... Egy nő lesz a főszereplő. <laughs> egy nő, egy videójátékban. Hol élünk? Gamers Rise Up! Uh, <laughs> aztán jön a Gears 5. Nagyon tetszik, hogy próbáltak így szexisíteni -sze -szexi ezt a címet. Gears of War helyett most ez a Gears 5, mert a Gears. Gears. Sokkal szexibben hangzik, mint a Gears of War. Ezt egyszer megmarketingezték valami nyilatkozatba, hogy ez miért jobb így, de aztán mindenki Azért, mert egyszer, egyszer valaki ezt mondta, hogy gyerünk, srácok, új ötletekre van szükségünk. És uh, a Gears feljött, és aztán meg csoportoztak és rájöttek, hogy jobban megvan az emberek fejében, mint a Gears of War. <laughs> Oké. Okay. Uh, of Gods. Ez kiknek is, a milye? Mert csak látom hogy fel van írva a mi prominens játékváró listánkra, ami független az évtől, és uh, te írtad fel. <laughs> Igen. Méghozzá azért írtam fel, mert ez a Campus Antónak, a Firewatch fejlesztőjének ah, az új játéka lesz, velejtem. Ráadásul a Valve is meg akarja lovagolni a sikerét azzal, hogy megvette a Camposantót, és a valve belül egy kis külön autonóm csapatként tovább dolgozhatnak a játékon, csak több erőforrást kapnak, mert gondolom a valve is a velvnél úgy működik, hogy minden csapat, vagy minden ember azon dolgozik, amin akar. Tehát, hogyha te már 10 éve fejleszted a Team Fortress 2-t, és így rohadtul meguntad, akkor átvalcolsz az Artifact szóval szobába, nyilván így működik. És az Artifacten dolgozol. Ez, kifelé ezt mutatják. Igen. sok mindent, várjál, sok mindent meg is magyaráz a valve kapcsolatban. Ezért nem működik a Valve 10 éve. Aha. Mert nincs gép, aki megmondja, hogy most ezt csináljuk, aztán azt csináljuk, aztán, aztán azt csináljuk. Hanem emiatt a szabadság miatt van teljesen szétcsúszva a Valve. Úgyhogy én ezért hiszem el, hogy ennek van igazság alapja, mert ezért nem tudtak egy Half-Life-ot összedobni tíz év alatt. Fine, nagyon. És akkor most e ez úgy fog megjelenni, hogy a Valve újra játékot készít. Miközben a nagy része már kész volt, és amúgy is a Camposanto csinálja, aztán, hogy az In the Valley of the Gods után a Camposantos dolgozók hogyan vegyülnek el a valve vagy marad a klikesedés az egy megint más kérdés. Ez milyen típusú játék lesz? RPG? Stratégia? Szerintem Firewatch Egypt Edition. Egypt? Igen. Nem láttad az előzetesét? e 3 volt, még talán tavaly. Lehet, hogy elfelejtettem. Már úgy tavaly, tavaly előtt, vagy idén tavaly? Akkor ne A lényeg, hogy... Ugyanaz. Mondok neked valamit, ami miatt nem is fogod várni. Nem csak, hogy női főszereplője van, hanem fekete nő. Micsoda? fekete. Elegem van ebből a, ebből az uh, uh, SGV shitből. SGV. A fekete nők menjenek vissza a kotonültetvényekre. Hát hihetetlen már. Egyiptomba. Mint, komolyan, mint hogy nem 1875-öt írnánk. elképesztő. Amúgy logikus az Indo Valley of Gaz, mert hogy az Istenek völgy az Egyiptomban van képként. Okay. Hát hülye kérdés volt, de okos választottam rá. Valamiért nekem egy másik képét a fejemben. Aztán jön az Orient the Will of the Wisps. <laughs> <Wasps. gül> Mert a Wispnek több érdelme van. Ez jön. Pont. Uh, Psycho 2, az tök jó lesz. Azt uh, várom. Nagy visszatérő, amúgy én elképzelem, hogy most egy másik podcastban, amit nyilván megint csak a másik száz ember hallgat, és teljesen más az érdeklődésük. Ők ő, éppen a verik a nyálukat a Kingdom Hearts 3-ra, és a Semu 3-ra, <laughs> és azt mondják, hogy hát, jön ez a Psychonauts 2, valami... Senkit nem érdekelt az első réssem. Ja, valami oh. nosztalgikus játéknak a <laughs> folytatása, amit senki se kért. Oh, it's welcome. Ezt talán végig tudom játszani, nem úgy, mint az egyet. Várom a Psychonauts 2-t. Uh, erről a következő címről majd beszélünk az, e, az E3-as részben. Uh, E3-as? E -E részben. Uh, Search 2. Aztán pedig... <laughs> Wolfenstein Young blood Ezek már csak tippek, hogy megjelennek idén, nem biztos. Idénre vannak bejelentve, de nem biztos, hogy meg is jelennek. Mm. Valamit a Wolfensteinhez... Már annyit beszéltünk róla majd, igazából. igen, lesz. Jó. És végül pedig a World War Z. Mert hogy emlékszel arra a hit filmre, ami 87 éve jött ki, és uh, eleinte tetszett öt embernek, aztán mindenki rájött, hogy milyen nevetséges. Igen. Na, ez ahhoz egy tájén játék. Egy hát olyan ja, ráadásul... amikor már öt éve divatját múltak, lettek a zombis skóop súterek. Ráadásul ez, ez annyi szinten rossz. Most így belegondolva. Mert volt egy... Álvileg egy jó regény, még nem olvastam, ez a van, a World War Z. Abból csináltak egy akciófilmet, aminek a teljes második fele újra lett véve, meg újra lett írva, ezért nem tudom láttad a filmet, de az első fele meg a második fele egy tonálisan totált más. De az első fele, a második fele az Resident Evil film, még az első, az első fele pedig egy ö, nagy zombi járvány kitöréses ö, világfenomenon, Globetrattering stuff. És csinálták ezt, aminek nem sok köze volt a regényhez, a rossz értelemben. Ebből pedig hat év távlatából csinálnak egy játékot, mert gondolom erre volt pénz ennek a kis indi csapatnak, aki, aki akart egy zombi kóp shootert, ami már tíz éve nem divat. A zombi pedig három éve nem divat, de hogy ők határozottan benne voltak a, 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 az érzésben, és le Licencelték ezt a World War Z licenszet, és most kiabálják ezt a játékot, ami valószínűleg hatalmas siker. Tudod, mit nem fogunk lenni soha? A World War a... Z2-t. Dead Island 2-t. Emlékszel, hogy ezt bejelentették is, a Spec-Opsért Jäger stúdió fejlesztette volna? De az végül is zseg... nem, nem az készült el, az Actual Dead Island 2 lett a Dying Light. Mert a Dead Island első. Ö... Az első Dead készítői, azok a lengyel De hügyék, hogy nem, szinematik előzetese volt, meg... Azt én értem. Bejelentették, és, a, és más, a Dying Light az egy másik szálon vonult... I know, el. I know. Azért, mert, mert az eredeti is tudja, akik eredetileg csinálták a Dying Light-ot, ők nem csinálták, vagy a... Dead island azok azok csinálták a Dying Nem Dead Island 2-t vitték tovább az IP-t, hanem csináltak egy ugyanolyan játékot, csak új IP alatt, és mint hogyha egy Dead Island 2 lenne, mert lényegében ugyanaz volt, csak hoztak be új dolgokat. Uh, ezt a felturbozott Dead Island vo volt a, a Dying Light, és... valakinek meg gondolom kiadta a kiadó, hogy akkor csinálnak egy Dead Island 2-t, mert IP, 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 IP. Te igenek kiadta, igenek nem feküdt, vagy nem is tudom milyen kreatív konfliktusok voltak, úgyhogy tőlük elvették, azóta meg nincs róla hír. De igazából nem hiányzik. Jön a e, Dying... Nem is, nem is, csak Jön mondom. a Dying Light 2, az lesz az új Fable, és kész. Ja, meg hogy jön a Dying Light 2, ezt is mondani akartam, az idén jön? Azt én nem láttam a listán, de hozzá kell tennem, hogy ezen a listán, amit néztem, ezen például kétszer szerepelt a Crackdown 3, ez egy nagyon fontos megjelenés, gondolom, <laughs> és uh, kétszer felírták. Úgyhogy nem, nem a legmegízhatóbb lista, de én ezt találtam. Na hát, kérem szépen, ezek a tutik, meg a valószínük, és mi a helyzet a többivel, hiszen nagyon sok minden, egyértelműen hiányzik a listáról, ami tuti, hogy lesz. Például augusztusig tart ez a lista. Jósoljál nekünk. Azt jósolom, hogy lesz egy rakatjáték, amit nyár közepén az E3-on bejelentenek, és úgy jelentenek be, ahogy most is idén volt, hogy bejelentik, jön ősszel, jön télen. Azért nincsenek konkrét megjelenések őszre és térre, mert mindent az E3-on fognak bejelenteni. Valahogy ráállt mostanában a piac erre, hogy nem várakoztatnak a nagy stúdiók, a nagy AAA címekkel évekig, hanem fél évvel korábban bejelentik, ami gondolom kiszámolta egyszer valaki, hogy az ideális hype táv. Nem mindenki csinálja ezt. Nem mindenki, de feltűnően sokan. Betes, de egyszer csinálta a Fallout 4 -el, azóta nem. De, de hogyha mondjuk belegondolsz a, a, a Microsoftba a Forza... A ők például bejelentették nyáron a Crackdown 3-at, tavaly nyáron, ami ki is jött idén novemberben. Nem jött ki. Mi? Nem jött ki, és tíz éve jelentették ja, be. Jó, de most arra gondolok, hogy a Forza, uh, legújabb Forza, legújabb Assassin's Creed, legújabb uh, Call of Duty, ezekről, ezekről nem igazán tudsz semmit évközepéig közepéig de Call of Duty az év... Tehát az Q2 Még ]be a Bethel szokott leginkább a, a Battlefield lenni. is ö, nyáron jelentették be? Arra én tudja emlékszem, hogy nyáron jelentették a Battlefield 5 -öt. Mert ö, ha meg is néz, ha visszanézed, van arról a podcastunk. És akkor ezt megnézheted, addig pedig ilyen próbálom. És nem csak a reveal trailer, mert nyilvánvaló volt egyébként, hogy a Battlefield 5 az így jön. De nem tudtuk, hogy Battlefield 5-nek, azt, azt tudjuk, hogy jön folytatás, nem tudjuk, hogy hol fog játszódni, mikor fog játszódni, hiszen, ha jól emlékszel, te azt jósoltad, hogy Vietnámban fog játszódni. Én pedig azt jósoltam, hogy a második világháborúban fog játszódni. Ez, és, és uh, nekem volt Mert hogy az Infinity Ward már elkezdte tízelni a következő kódot, tehát ott szerintem egy-két hónapon belül már tudni fogjuk, hogy mivel készülnek, azt nem, nem várnak el három igi koddal Mindezek fényében, én azt mondom... A május 23-án jött ki a reveal trailer a Battlefield 5-nek. Az Ami már szinte... szinte nyár, ez a klímában. Szinte két hónap az e 3 képest. It's fine. It's fine. De akkor is az a lényeg, hogy fél év megvan, az ötödik hó, 5 meg 6, 11, bam! Fél évvel előtte jelentették be. Cool. Na, ennek fényében, én azt mondom, hogy a Microsoft fog hozni egy Forza, akárhányos is jön most, <laughs> 7, 8, azt hiszem 7 jön, fog hozni a következő Forza Motorsportot, azért, mert most már nagyon olcsó a mostani Forza, és ebbe is bele fogják ültetni azt, hogy minél inkább live service legyen. Ez szintén nem nagy jóslat, mert ahogy néztük már tavaly is, évenként váltják egymást a Forzák és a Forza horizon -ak. Jó, én most nem rangsoroltam easy win-re, meg nehéz win-re a jóslataimat, hanem csak így ömlesztve azt mondom neked, hogy mivel nagyon-nagyon csúnyán beégett a Battlefront 2, és a Battlefield 5 se teljesített annyira jól, ezért idén télen a Last Jedi mellé a Respawn-nak a Star Wars Jedi Fallen Order című játéka fog megjelenni, ami egy nagyon érdekes pozícióba helyezi az ijét, aki ahol csak tudja, ontja ki magából a multiplayert, és ö, tagadja meg a singleplayert úgy, ahogy van, hogyha kiadnak egy singleplayer Star Wars játékot egy olyan időszakban, amikre egyébként multi van időzítve, és ez a singleplayer játék még sikeres is lesz, azután, hogy két multi elhasad, nem tudom, hogy meghasonulnak e önmagukkal. Nem. Nem fognak meghasonlani meg okkal. Odaig egyet értek veled, hogy meg fog jelenni a, a Last Jedi 2-nek a pre... <laughs> hogy is igen Nincs még címe. A 9. rész előtt egy hónappal meg fog jelenni a, a, a a játéka, akár kész van, akár nem. Azt, azt, ki fogják adni. És ugyanakkor pedig valószínűleg szerződéses kötelességük van, hogy adjanak ki valamit még, ami a, a 9. részhez tartozik. Ez pedig, ha nincsen külön meghatározó, hogy ennek egy külön játéknak kell lenni, akkor szerintem nem fog jönni a Battle of... Bet... Mutka Mutka, le leszólt, leszóltak, hogy milyen rossz, hogy mindig elrontunk. A Battle 2-nek a folytatás. Nem fog jönni a Battle 3, a Star Wars Battle 3, hanem... hanem jön két új pálya a Battle 2-höz. Elmennék oda süllyeszteni? Öm... meg azzal nagyon nehéz helyzetbe teszik a potenciálisan pár éven belül megjelenő Battlefront 3-at. Nem vagyok benne biztos, hogy ez hogy fog, hogy fog játszódni, de én most mindennel egybevéve, én úgy gondolom, hogy, hogy a DICE bebukott a, a Battlefront 5-tel, és mivel az a bebukott, azt el fogják engedni, mert rájönnek, arra rájönnek, hogy a DICE nem tud egyszerre négy lovat megülni egy seggel. És ennek az lesz az eredménye, hogy viszont vállalni kell azt, amit a Disneynek szerződésbe ígértek. Az pedig az, hogy minden filmhez jön valami tie-in. Ez a Disneynek nem fog megfelelni, hogy az egy random másik story lesz, single player ráadásul, hanem szerintem a Better 2-t újra felpörgetik, és megpróbálnak alárakni egy olyan live service rendszert, amiből lehet pénzt is keresni. Ezen fog dolgozni a DICE idén és ennek lesz a kulminációja az, hogy, hogy jön a, a, 9. részhez tartozó content. És utána, majd amikor elindul az új trilógia, amiben én továbbra sem hiszem, hogy el fog indulni, már mint a Ryan Johnson féle meg a, az Beyond 9. részes Star Wars cuccok, akkor ahhoz jön majd a Battle of F3. És reagálva arra, amit te mondtál, hogy meg fog magával, nem fog. Mert ha lehet, hogy a legjobb játék az a Respawn játék, nem fog annyi pénzt hozni, amennyit egy mondjuk egy negyedrangú multiplayer live service ö, lövölde hozna. És igen, de az ilyenek meg egyre nehezebb lesz kiszámolni, hogy mi mennyi pénzt hozott. Ez most így hülyén hangzik, de arra gondolok, hogy mivel próbálnak ráállni a szolgáltatásra, az Origin access az Origin Access és úgy, hogy a triplás címeik Aha. egyből megjelennek Access premiere már nem lesz annyira clear -cut, hogy akkor mi neki, mennyi játékot hoz? Neki clear -cut lesz. Neki clear -cut lesz, hát látják pontosan, hogy hány percet játszottál melyik játékkal. Tehát látják, hogy előfizetsz az Origin Access-re, és te ö, utána mondjuk ö, játszol, csak a, csak a, csak a Battlefield-el játszol, meg csak az Anthem-mel játszol nagyon simán ki tudják mi maguknak számolni, mi nem fogjuk tudni kiszámolni, mert gyakorlatilag létrehoztak egy belső piacot, mm -hmm. amikre csak neki van rálátásuk. Ugye eddig, eddig úgy működött nagyjából ez a dolog, hogy hogy összegezték így a, az, a dobozos eladásokat, és amikor látszik, hogy ez meg az bukott, akkor az azért, mert a dobozos eladásokat nézik. Már ez rég nem igaz, hiszen rengeteg digitális van, és azt az nagyon nehéz kiszámolni, meg így kimatekozni, hogy digitálisan miből mennyi. Mennyit adtak el, hogyha ezt nem hozza nyilvánosságra a maga, mondjuk az Origin, az IG? Azt imádom, hogy az ilyen nagy apokalipszis cikkeket, amik arról szólnak, hogy megint meghalt egy játék, azt általában a brit statisztikákra alapozzák. Most jött két cikk, hogy a brit eladásoknak a 80%-a digitális. Tehát ezek után ne jelenjen meg több cikk arról, hogy a nem nem kell, a el, a elég Tomb Raider a briteknél. Igen. Úgyhogy én erre, erre, gondolok most, hogy a respawn játék az, az, jó lesz még abban sem biztos, hogy nem raknak abba valami live service hülyeséget, mert hogyha mondjuk elindulnak abba az élménybe, mint az Odyssey, akkor abból is tudnak live service csinálni. Hiszen az Odyssey ez egy single player játék, ami mégis live service-ként működik. Tehát ne aggódj, a Respawn játékban lesz mikrotranszakció, lesznek benne mindenfajta DLC-k, ez, ez tuti, ez száz százalék, és emellett majd meglátjuk, hogy hogyan próbáljuk monetizálni ezt a, ezt a dolgot. Szóval nekem, nekem ez, a, ez a tippem, hogy Respawn játék lesz monetizáció mindenfajta formájával, amit addig még feltalálnak, azt mindent belenyomják, és bukás lesz, és a, a Battle 2 Star Wars 2 fog kapni content update-et a 9. rész idejére. Oké. Okay. De ha már az járunk, akkor megint bedobnám a, a Need for Speed rebootot. <laughs> Jó, legyen. Előbb-utóbb úgy is bejön. Előbb-utóbb bejön. A nagy ipari jóslat, ami Na. az ére vonatkozik, az az, hogy az ié még ha el is bukik az entőm, nem fogja megenni a bioware mert mindenki Miért? arra számít, hogy az Entöm elbukik, és ahogy a visszerelt is, meg ahogy 20 mm. másik stúdiót, az ilyen bekebelezés és szétoszlatja. Miért? Meg kéne valakinek csinálni még a Turian háborút, vagy mi? Egyébként az a vicces, hogy <laughs> annak idején, mikor gondolkodtak azon, hogy mi legyen Igen. az új Mass Effect, Casey Hudson megfutatott Igen. egy ilyet, hogy mi ne legyen. Aha. És Ú, uh, vagy hogy, hogy a francba volt? Igen, Én? eredetileg egy Turián háború játékot akartak, csak megfuttatták Twitteren, hogy jövőbe játszódjon a játék, vagy a múltba, és mindenki annyira a jövőre szavazott, hogy ezt a Turian játékot eldobták. Én is láttam a Rájtseviknek a videóját. Igen, ezt ő mondta, és ez alapján a következő Mass Effect, már korábban is mondtuk, hogy szinte tuti, hogy a Turián háború lesz, uh -huh. így tudván azt, hogy ezen már dolgoztak egy ideig, most már egy millió százalék, hogy... De az, nem is lehet más tovább <laughs> továbbvinni, annyira szét, annyira lábon lőtte magát a BioWare a Mass Effect 3-mal, hogy az hm. példaértékű. akartak ilyen nagy epikus lezárás, és az lett a vége, hogy ez, -ez a történetet nem lehet folytatni. <laughs> Mert ha, és ezt is Rajszövig mondta, de szerintem beszéltünk annak idejéről, amikor bejelentették az Andromédát, vagy a körül, hogy ha előre mész 8000 évet a Mass Effect világában, akkor is ott van a Shepard történetének az eredménye. Ne, hát az Andromeda egy okos megoldás volt. Ha uh, bejött volna. Na ilyet, és ma, most van. van az, hogy... Uh, hogy visszamennek. Hogy még lehetne, lehet folyton az Andromédát, de azt biztos nem fogják folytatni, mert ez egy akkora bukás lett minden szempontból. Pedig én játszanék a folytatással, és érdekelne is a folytatás. De nyilván nem így működik a piac. Tehát úgy állunk, hogy nem tudunk menni a jövőbe, nem tudunk oldalt menni egy másik galaxisba, ha csak nem jön a Mass Effect. Orion! Vagy nem tudom, milyen galaxis, <laughs> Egy másik kajont is elindítottunk az Orionba. Az sokkal jobban járt, mert ott az igazi embereket küldtük, akinek van al nem tudom. <laughs> És um, nincs más választás, mint vissza, vissza a múltba. Csak, csak, csak a Turian háború lehet most már. Ez biztos, viszont ezt nem jövőre fogják bejelenteni, úgyhogy ezt majd a 2020-as jóslatokba fogjuk beletenni. Szerintem lesz egy teaser év végén belőle. Most ezt így belogom. n 7 Ja, why no, not? nem 7. Hát, legyen. Egy egyértelmű tízet, tehát nem az, hogy We are working on something, muhaha! Uh, hanem, hogy mondjuk egy um, egy ilyen, cinematic, uh, ilyen tíz Egy ilyen 10 más cucc. A, az viszont azért parás, mert a következő nagy projekt a vetésforgóban a Dragon Age lesz. Ó, oh, tényleg jön a Dragon Age is. És az is még messzebb van, úgyhogy annak a szekrényt fogják tolni. Igazából nagyon érdekes, mert a BioWare ez már rég nem az a BioWare, ami, ami, ami hatalmas hírnévre szert. Majd tartunk erről egy külön podcastot. A lényeg, hogy az IE nem fogja megenni, mert kell nekik a BioWare, hogy hogy elmondhassák, hogy, itt van a buyover, hogy, elmondhassák hogy nem eztek meg Nem mindenkit ölünk meg. Hogy nem mindenkit darálnak Itt van a láncos kutyánk, ő van. Itt a legjobb barátunk, tudod, és amikor fegyvert szorít a fejéhez, Ezek közben át is karolja, hogy milyen jóba vannak. Ezért nem fogja, ez, az ipari jó. Nice, jó, ez, tetszik. És akkor mi van még az... El... szerintem jön a FIFA 20. Ezt már tovább is elsütöttem szerintem, de nem lehet megúlni ezt a point. Medden 20, NBA 20, NHL 20, van-e még NHL játékok? Én nem is láttam mostanában NHL játékot. Mert pc nincs. Az már nagyon rég nincs, De azt hiszem vannak NHL játékok konzolon. Csak Európa nem igazán jutnak el, szóval mi igazából vakok vagyunk rá. De hogy Medden az így jön, most már ha már egyszer átportolták végre valahára. Malás, a szaftosakat ad. Az igazi jóslatokat. NBL 20. Mi az az NBA? Major Basketball uh, Major Baseball League. No one cares. Valami olyat mondjál, 250 ilyet, amerikai cares. Olyat mondjál, ami nem EA sport hanem amitől így ízzik a véred, ami különleges lesz. És ha nem ilyen, akkor meg lépjünk tovább az ilyen. Most abból itt Ja, azt hittem valamire mondjuk. gondolsz, kifejezetten. Nem, ja, nem. Ne, nem, az ilyétől szerintem semmi nem érdekel, hogyha tényleg fognának egy olyan poliszit, hogy csinálunk megint nézé, single player játékokat, nem csak támogatunk egy 50 öt, dolláros csekkel pár indi stúdiót, hogy <laughs> elmondhassuk. Szóval az, az érdekelne. Változás lesz még az Origin Access Premierben, hogy egyre több Külső címet fognak bevonni. Kiváló. Mert, hogy ebben az évben behúzták, trip, hát nem triplás, de elég viszonylag nagy volumenű megjelenés, korán bekerült a premierbe, ez pedig a Darksiders 3. Igen úgyhogy gyanítom, hogy 2018-ban rápróbálnak arra, hogy más stúdióknak a friss megjelenéseit is berakják, amik nem indi játékok, és hanem amik, nevesek. És amik hasra estek a, 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 piacon, szóval a semmi jó három elég hamar fel fog tűnni. Ha, ha, nagyon durvát akarnék jósolni, ha valami olyat akarnék jósolni, ami 0,0001% hogy bejön, de akkor nagyon durván bejönne, akkor az az lenne, hogy a betesda játékai lesznek azok. A betes... az Origin Access premiere A Bethesda halott hideg kezei közül kell majd kitépni a Bethesda launcher Addig az nem fog megszűnni. <laughs> nekem pedig jóslatom, hogy ha nem is szűnik meg teljesen a betesda, azok után, hogy a Fallout 76-el, a Rage 2-vel és részben a Doom Eternal is bebukik a betesda launcher meg fognak jelenni ezek a játékok, vagyis a Doom és a Rage 2 steam -re. Igen. El fogja engedni Fine. ezt a launcher exkluzivitást a Betes, de hogyha meglátja a számokat? Uh, well, uh, timed, timed exkluzív. Abba belemegyek, már csak azért is, mert szerintem most jelenleg a Betes a következő direktíva: tartsatok ki a ja, test hatig. Mert tudják, hogy ha jön a test 6, akkor minden rendben lesz. Megint ők lesznek az élet császárai, csak addig kell még kihúzni egy nagyon picit. Egyébként meg, annak ellenére, hogy lehet, hogy anyagilag nem fog nagyot, nagy kasszát robbantani. PR és marketing szempontjából vélhetően jó éve lesz a Betesdának, pont azért, mert a Betesda Game Studios nem fog jövőre kiadni új Betesda játékot, viszont a Betesdához közeli stúdió kiadják a Youngbloodot, kiadják a és 2-t és kiadják a Doom Eternal-t is. Ez az, mindenki el fog feledkezni a Betesda Game studio -ról. De a Bethesda Softworks alatt futnak ezek a további megjelenések, tehát ezzel a három játékkal szerintem jó évet fog mm. zárni PR szempontból a Bethesda. Bocsi, még az ea -E 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 hoz akartam mondani, hogy szerintem nem lesz nem lesz új BetterLoft sem. Battlefield? Igen. A persze, hogy nem lesz, miért lenne? Jönnek fizetős War Storik. Fize ja, vagy ez jóslat? Igen. Benne, szerintem, szerintem ahelyett, hogy, hogy, hogy megjelen egy új rész, jönnek hogy fizetős war Story, amikben mondjuk lesz ilyesmi, hogy portraszállás, meg távol-keleti helyszín, kettő-hármat ilyet tippelek. És úgy lesz megoldva, mint a Battlefront 2-ben, hogy technically meg lehet venni in-game megszerezhető körensivel, de pont olyan drága lesz, hogy értelmesebb lesz, vagy könnyebb lesz inkább megvenni a másik fizetős, készpénzes körensit. Uh, uh, ebben szeretem... nem mennék bőle, mert a Battlefront 2-ben úgy van, hogy a, a single player ingyenes, az új multipályák ingyenesek, csak a hősök. Hát az állokolás Igen. itt is állokolni Aha. lehetne a War Story in-game amit megvehetsz pénzér is. Ebben nem vagyok biztos, mert hogy hát szerintem, biztos, más, szerintem másokhoz szólnak a singleplayer és a multiplayer tartalmak. A arra gondolok én, hogy azért adnak ki ilyen singleplayer új uh, történeteket, hogy Battlefield 6 helyett. Nem, de a Battlefield 6 még minimum két évre van. Jósolhatod 2020-ra, hogy nem lesz Battlefield, de ahogy 2018-ban volt Battlefield Aha. 5, 2017-ben a Battlefront 2, a Battlefield leszokott az éves megjelenésről. Kivéve, hogyha elengedik a Battlefront II, Battlefront sorozatot, tehát nem, nem lesz új Battlefront sem idén, érted? Ezt mondom. Ha nem lesz új Battlefront idén, és a Battlefield 5 egy train akkor simán lehet, hogy kihozzák azt, hogy itt van a Lehet Lehetne, lehetett volna, hogy kihozzák azt, hogy a, itt van a Battlefield 6, ami végül is egy Battlefield 5.5 lenne amivel szintén nagyon jól lábon lőnék magukat. De Mert ilyen ilyen most kéne stratégiát váltani a közepén, tehát a Bezelfield 6 egy ugyanolyan... Ö ö kapkodós, Igen. összetákolt Igen. valami lenne, ami csak rontana a helyzetet. Igen. Tehát, Ahog, egy, ahogy egy... a Battlefront 5 is egy, uh, bocsánat, a Battlefront 2 is egy kapkodós, összetákolt játék volt, kicsit kibővíthették a Battlefront 1-et. De annyira megégették magukat már ezzel sokszor, hogy nem Ezért mondom, hogy nem lesz, a... lesz, de az évben e, az mindig benne van, hogy mégis, még mélyebbre ássák magukat. Szerintem nem is volt tervben, és nem is lesz Nem volt tervben. tervben, ez egy course correction option lenne, amivel nem fognak élni, csak ezt mondom <laughs> Jó. Mm, kiről beszélgettünk? Arról? Igen, az túl vagyunk rajta. Microsoftról volt már szó egy picit. Hagyj lengessen be, hogy bejelentik idén a Fable legújabb részét. Emlékszel, hogy elvileg a... dolgoznak rajta a Fable-ön? Pletykálták tavaly egész évben, hogy, hogy a forzások dolgoznak az új Fable játékom. Mm -hmm. Mindenfajta second-hand meg third-hand pletykák voltak erről, és szerintem be fogja jelenteni. Mert hogy most, ha megjelenik a Crackdown, akkor nem lesz olyan, nem ves meg a Gears, akkor nem lesz olyan játékok vagy olyan sorozatuk, aminek lehet új részét várni, Halo és nem Infinite. autós. Ha, Halo igen, Infinite igen, Halo. A másik meg, hogy megjelenik-e az Age of 4. Hú. Age of empires Nem, de lesz belőle a gameplay. Jó. Ha még, ha még él a projekt. Lesz belőle a gameplay, és uh, arról lesz szó, hogy ingyen adják hozzá az Age of 2 HD-t. Hogyha Microsoft Store-on vásárolod <laughs> meg. <laughs> Microsoft kész? Uh, kinda, de egy nagy dolog miatt még vissza kell majd jönnünk hozzájuk. Majd? Hát a amikor végeztünk a kiadókkal. Jó. Van a, a, a Sony után. E, Ubisoft, most, hogy az Assassin's Creed fújban nyomja az RPG-t, így a Ubisoftnak tökéletes alkalma van idén, hogy visszatáncoljon picit a Stealth műfajba, és előálljon egy új Splinter Cell játékkal. Képzeld el, mutkod, mikor, mikor játszottunk a srácokkal, jó, Sziasztok, hello mindenki, üdvözlök, köszönjük, hogy hallgattok minket, srácok. Tudják, hogy róluk van szó. Anya, anya, ilyen téged is üdvözöllek. Szóval, <laughs> a, a, azt mondta az egyikük, hogy ő, 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 neki van egy ilyen típje a Ubisoft kapcsán 2019-re, hogy be fognak jelenteni a új Prince of Persia, Perzs játékot. Prince of Persia, hogy mi hívjuk a Grundom. Méghozzá azért, mert ahogy te mondtad, az Assassin's Creed az elég eltávolodott attól az alaptól, ahonnan indult, ami egy Prince of Persia folytatás volt lényegében. Nem folytatás, de hogy nagyon sok hasonló játékmelikát használta a Prince of, a Prince of Persia-val, és utána is jelent meg, és annak a hype a kapcsán jelent, jelentették be annak idén Assassin's Creed-et, és hogy most már, hogy, hogy a, a, Assassin's Creed az gyakorlatilag egy Witcher, ezért ez a kicsit lineárisabb, megmászós, harcolós, kardozós, szós játék, ez lehetne az új Prince of Persia. És nem hülyeség, feltétlenül. Az jutott eszembe, mert te is azt mondtad, hogy, hogy most már az Assassin's Creed annyira átlényegült, hogy teret hagyott más franchise-oknak, hogy újra előtűnjenek, és ez neked a Splinter Cell. Én akkor ezt, ha ezt, ezt ennek a, a, a barátomnak a útmutatását követve azt mondanám, hogy én szerintem egy Prince of Persia érkezik van -e esély arra, hogy mindkettő, vagy a kettő nem fér meg egymás mellett? Két van ilyen e viszotírés... van esély rá, mert az Assassin's Creed nem fog új része jelentkezni idén. Jó. Vasdox 3 lesz-e? Mikor jelent meg a kettő? Tavaly? K két éve? Nem tudom, tavaly volt-e. Hú, hallod, ez egy jó kérdés. Az a baj a vasdox hogy nagyon jó játék lett a második rész, de nagyon sikertelen is. Ezt a jubi... hát nem volt annyira túl, hype-olva, mint az egy, mert az egynél ezzel égették meg magukat. Ezt, mert ezt a Ubisoftot nem mindig érdekli. 2016. november 15. Azt kurva. Ez akkor tavaly előtt. Előtt. Hát akkor egy bejelentés már érik. Egy év végi, vagy egy ilyen bejelentés, hogyha is, így... amennyiben dolgoznak rajta. A Ubisoftnak most jelenleg fut a Beyond, Beyond Good and Evil 2. Nem fog megjelenni. Nem, nem, nem fog megjelenni, talán beta lesz belőle lesz az a kérdés, hogy lesz -e akkor egy nagy évvégi megjelenés, mert jelenleg úgy néz ki, hogy nem, de valamit csak villantani kéne a, 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 az, erre az időszakra, október-novemberre, ami kikerülhet ebből a Prince of Persia, Sprinter Cell, Watch Dogs trióból. Én a valószínűséget úgy raknám, hogy a legvalószínűbb a Sprinter Cell, második a Watch Dogs, és a harmadik pedig a Prince of Persia. De az előbb nem a Prince of Persia-ra Azt mondtam, hogy remélem. Ja. De nem... nem Szerintem a Prince of Persia nincs benne annyira a, a, a köztudatban, mint a másik kettő. A modern köztudatban. Mert hát uh -huh. mégiscsak eltelt... Mióta kijött az utolsó nagy és jó Prince of Persia, azóta eltelt 14 év? 12? A Two Thrones volt az utolsó, ami tényleg jó volt, és szerették az emberek, de már az sem igazán. A Warrior Within volt az, ami igazán betalált. Azt nem tudod, jött még a Forgotten Sense, ami... No Man Is no man. <laughs> el is tett, felejtve egy másodperc alatt, meg előtte volt a számozott, a 2008-as, ami meg ilyen fura volt. Microsoftnál elfelejtettem valamit, bár új konzolokról mikor beszélünk? Erre, erre. Jó, el, arra el, gondoltál. Oké, okay, akkor áttérünk egy picit a Square Enixre. Avengers projektből fogunk-e valamit látni idén? Fura nekem ez az egész, mert meg kéne jelenni ennek a szarnak májusban, <laughs> amikor jön a, jön a bosszú állók kvázi befejezése. Én pont azt mondom, hogy idén nagyon keveset fogunk róla hallani, és a hallunk is semmiképp sem fog megjelenni, mert most lesz egy Avengers endgame májusban, hoziban. Uh -huh. Mindenki megéli a 25 filmes, 15 éves vagy 10 éves katarzist, és amint leültek ezek az érzések, és amint a Marvel beindítja a, a New Wave-et, amikor kicsit átdolgozza ezt az egész szuperős és koncepciót, hogy, hogy, egyrészt frissebb legyen, meg új szint kapjon, akkor a visszatekintésnek a múltba majd a játékon kielheted magad azokkal a karakterekkel, akik esetlegesen mondjuk már ki lesznek írva a Cinematic Universe-be. Tehát, amint a tradicionális Marvel Cinematic Universe lezárul, azt követően 2020-ban lesz az, hogy újra előveheted a régi hősöket játékformában. Fine. De amúgy ez szörnyű, hogy, hogy így nem tudunk róla semmit. Ráadásul több is van, mert egy galaxis őrző is készül közben. Tehát, hogy három játékot fejlesztenek egyszerre. Jó, majd hogyha végre lesz az egész szuperős, és hiszenek, akkor majd megjelenik, mint a World War Z. Nem mintha egy hamar végre lenne ennek, de hát Itt nincs szükség arra, hogy erősítsék egymást. Fine. Mert mindkét brand elég erős. Úgyhogy én ezt azt mondanám, hogy idén nem fogunk sokat hallani, vagy nem lesz megjelenése, miképp se, aztán 2020-ban majd meglátjuk. Oké, okay, nagyon legyen. Uh, ho, ez ki? Mi? Milyen stúdió? Square Enix. Ja, Square Enix. Nem lesz új Deus Ex. Nem lesz új Tomb Raider. Igen, Tomb Raider tuti nem lesz most egy ideig. Uh, Deus Ex se. Nem. Hát a Square Enixnél semmi nem lesz, uh, ami az európai piacra van főként célozva. Nem lesz új Just Nem lesz új Just mert mindenki. Igen, dolgozik. A, a a Final bosszúválókon... Fantasy 28. Nem, mindenki a bosszúvállókon dolgozik. A Cress Crystal Dynamics is, most már az Eidos Montreal is. Remek. Ehm... Hát, ha ez, ez a nagy igyekezet kiforog egy trélerré, legalábbis cinemati trélerré a nyárra. Talán, talán. Elégedett lennék vele. Akkor a Square Enix az ennyi. Blizzard Activision. Meg fog jelenni a Diablo Immortal. Immoral. Blizzard majd akar valamit csinálni, amivel... Vissza édesgeti magához azokat, akiket még el teljesen. Dió négy. Talán hintelnek majd Diablo re de egyébként meg a hardcore régi fanoknak meg ott lesz a Warcraft 3, Forge, Szóval nekik már így be van készítve ez az Aha. év. Jön vagy három OV hős menetrendszeri? Jön három OV hős. Ha... Új pálya mikor jön, azt tudjuk? Azért ne? Mm, nem tudom, hát most kaptuk busánt. Nem tudom, mikor elkezdtem vele mert benne volt, szóval annyira hmm. nem most. Jó, nem most. Fél éve. Elkerülhetetlenné válik lassacskán. Ami a, a magyar neve a poszán. És csak így... Tök mindegy. És csak így... Mert onnan tudom, azért ők ilyen okos, mert most nézem a fekete párducot, és abban van, ab, oda mennek pont, abban a városban. Akciózni. Így kilöktelek a egy idő, Egyre jobban közeledik az az idő, amikor az Overwatch free-to-play lesz. Az, hogy már berakták Humble monthly és 12 Aha. dollárért vesztegették, az azt sejteti számomra, hogy közeledünk a naphoz, ami egy idő után a Team Fortress 2-t is elérte, hogy egy, meg hát a Counter strike is, hogy egy egykor fizetős játéknak nincs más választása, hogyha fent akarja tartani magát a lootboxos mikrotranszakciós mókolásból, akkor free to play kell lennie. Mivel még csak két éves a játék, nehezen mondom rá, hogy 2019-ben már free to play lesz, nem tudom megkockáztassam-e, de mivel nincs tétje, inkább azt mondom, hogy még nem lesz free to play majd 2020-ba. Fine. Igazából én nem bánom, hogy, hogy a free to play lesz. Uh, Több játékos van, az csak jobb. Igen, és legyenek jó núbok. Hogy legyen nekem is némi sikerélmény. <laughs> Oké. Okay. kod. Uh, kod, 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 Lesz-e új kod? Persze, Infinity Ward elkezdte tízelni. Egyetlen uh, tweetet láttam, ahogy egy sátáni kép előtt Micimackó hélezik, hogy ez mi lesz? Azt Nicsoda. nem tudom. <laughs> Ezt nem láttam. Elmondjam, mi lesz. Um, Modern Warfare 5 Modern Warfare 5, aminek nem lesz single player kampánya, de a Modern Warfare korábbi multiplayer lesz egy teljesen fleshed out Battle Royale. Van itt egy, egy koponya is. Ezt abszolút nem hallgattál meg, igaz, amit mondtam. De Battle most. Royale lesz a Modern Warfare 5-ben, aminek nem lesz sztoria. Igen. Ez, ez lenne a lényege. Szerint én erre nem a tippet. Vagy, vagy elindítanak most, hogy nagyon bejött ez a, ez a Black, Blackout, az a játékmód neve? Igen. Akkor elindítanak egy Call of Duty Blackout című új sorozatot, ami, ami erre fog épülni az lesz a hogy Call Duty Blackout. Uh -huh. És akkor ez lesz a Battle Royale ága az egész sorozatnak. Más ága nem is lesz, de <laughs> legalább nem az eddigi IP-ket fogják nevetségesíteni. Koda kapcsolatban nem, nyilatkozok, mert én sem. Csak fájdalom lesz belőle. Ja, <laughs> azt hittem, nem jósolok. Ér nem ért hozzá. Mert én sem értek hozzá. Senki sem ért hozzá. Annyira, mint de a Black Island nem inkább egy ilyen életben tartott egy platformnak kéne lenni, hogy ne kelljen fejleszteni rá semmit? Nem, mert hogyha el tudod adni hatva, ugyanazt 60 dollárért minden egyes évben, akkor vagy a mondjuk, ha, ha, valaki ezt tudja, akkor ez az Activision és a kocsorozat. Következőnek kiadják, most már tudni fogja a száz játékos multit, meg minden szépséget, jóságot. Csak abban nem vagyok biztos, hogy megpróbálják ezt mindig eladni a valamilyen ip felhúzva. Ugye most ez a Black, Black Ops, lehetne simán az Modern Warfare-eknek a pályáit felhasználva. Te nincs is még Modern Warfare 5, mert nincsen még 4. Ja, akkor 4, akkor a nagyodik jön. Csak hogy a Call of Duty 4 volt a Modern Warfare, szerintem ez kavart be. Aha. És majd írhatják úgy, hogy Call of Duty Modern Warfare 4, és 4 vonallal, mint hogy a Black Ops 4. 4 vonal. Jó, IB, hanem nem vagyok hülye, értem én. És? Nem, nem. És ez lesz ez lesz a Battle royale a franchise osítása hogy mindig a negyedik rész lesz a Battle Royale. Jó. Csak azt ki kéne hozni, vagy három ghostot még. Meg ki Infinity tudja, amúgy lehet ghost lesz. Meg Advanced, azt nem fogják még egyszer visszahozni. Az Advanced Warfare volt, meg Infinite Warfare. Ugye ezek voltak mindenfajta warfare. a ja, mi A végén ghost lesz amúgy. Most azt, azt, azt mondogatják itt. Nem lesz. ú, de Kósz lesz? Igen. és, Na, csak jósolok a Call of Duty-val kapcsolatban. Következő Call of Duty. Tudom, mit akarsz mondani. Kósz lesz, és szellemekkel kell majd harcolni. Nem tudom, mit fogsz mondani akkor. Imbrészelik uh, a zombi módot olyan szempontból, hogy kicsit a, a, a kampányra is átültetik, ha egyáltalán lesz kampány, mert nem is biztos, hogy lesz kampány. Nem lesz Ez kampány. megint egy nagy kérdés. Nem lesz kampány. És biztos, hogy akármi jön, nem lesz kampány. De le egy kampány lesz, kvázi, hogy mellé csomagolják, ha nagyon nem, nem, nem megy a szekér, akkor mellé csomagolják a, a Modern Warfare 2 HD-t. Jó, akkor bármit is mond a józanész, megjósolom neked, ahogy a Vietnámot is megjósoltam rosszul, megjósolom neked 2019-be szellemvadászos Call of Duty lesz. Ez nem a Pac-Man. De az lesz. Jó. Fine. Fú, és lesz kampány, és ilyen szellemírtók lesztek. Why? Because... Miért ne? Volt egy ilyen film, azt hiszem Netflixen, nem láttam csak a képét, hogy spektrális, és ott elvileg ilyen kommandós tematikát vegyítenek természet felettivel, ezt fogja imbrészelni a Call of Duty. Commander. Mark my words! Jó, oké. Okay. Uh, és Sony? Sony maradt? Vagy még valamilyen társadalatban? Nem. A Valve nagyon sok minden van készülőben. Jó, szóval egyrészt, hát is egyrészt, ezt a részt. Egyrészt új uh, VR headsettel készülnek, ami már nem a HTC-vel közösen készül. Úgy kell, mint egy falatkenyér, Tehát Igen. a Valve, um, ahogy a kontrollerét is, ezt a VR headsetet is magának fogja gyártani. Ezen túl erre a VR headsetre készül egy Half-Life előzményjáték, ami nagy valószínűséggel VR exkluzív lesz. Emellett pedig Uh, újra akarnak ilyen PC konzol hibridet csinálni, de most okosabban ezek a hosszú távú projektek, amik idén biztos, hogy nem jelennek meg, csak egy-két szivárgás lesz Valve Style. Ami idén megjelenik, az a Steam UI frissítés, mert most már három éve várunk rá, és a Valley of the Gods, mert az egy easy win a Valve-nek, túl pedig életben akarják majd tartani az artifact valahogy. Valahogy. p to de feel to lesz -e belőle? Vagy csak kiszórják 5 dollárért? nagyon érdekes lenne egy free-to-play az Artifactnél, mert nagyon-nagyon nem úgy működik, mint egy free-to-play a tradingnek köszönhetően. Ez hát a mechanikája arra épül a pénzszerzési mechanikája, hogy az ingame uh, gazdaságra épül, nem pedig, a, nem pedig arra, hogy megvegyék a játékot. És akkor, hogyha valaminek az ingame van a fő bevétel, akkor érdemes minél olcsóbban adni, minél hamarabb is, minél több emberhez eljuttatni. Főleg, hogyha egy multiplayer játékról beszélünk, ahol csak akkor fizetnek az emberek, hogyha érzik a kompetíciót. Jó, Hm. Nem lesz free to play. Én ezt mondom. Szerintem adják minden Dota 2 mellé. <gül> <gül> I see what you did there. Ezen túl pedig van egy olyanunk, hogy beszéljünk most már a konzolokról, mert nagyon hosszú lesz a podcast. Sony, Sony nyomja az exkluzívait. Jaj, Red Dead Redemption 2, megjelenik-e idén? Ez amúgy nagyban függ attól, hogy mi hogy jelennek meg a konzolok. Akkor kapcsoljuk össze vele. A sony amúgy sincs semmi elmondani való. Valamikor jön majd a Japán Assassin's Creed, az jó lesz. <laughs> a Ghost of Tsushima. És, és szerintem a nagy ugye a Last of Us lesz, azt nem tudom megjelenik-e, de hogy a God of War fog kapni pár story DLC-t. Szerintem. Mert nem tudom... Túl sikeres, hogy ilyen, már engedjék? Nem tudom, tudod-e, de van a játékban egy térkép, ami úgy működik, mintha helyekre mehetnél vele. De actually Igen. nem. Igen. És az a kérdés, hogy ez a God of 2-nek, meg a következő pár résznek az, az, az elővetítése, vagy pedig már a térkép bizonyos részé fel lesznek fedve DLC-ként. Szerintem nem lesz DLC. Jó. Ennyi. Jó, konzolok. Na, um, hüha mikor szóltak konzolok megjelenni? Nem, nem nem, télen jelennek meg, ősszel. Összejelennek meg a konzolok, nem? Lényeg a lényeg, szerintem én azt tippelem, hogy ö, lesz egy. November 15-2013 a PS4. Egyszerűen meg az Xbox van nem. Az Xbox van. Ah, na, na Jampi vagy mióta már van egy ilyen kis hordozható Hát most már minden csekkolunk. November 22, 2013. Egy hét különbséget. Különbsége. Tehát igen, ezt is a karácsonyi uh, szezonra szokták így be, uh, beidőzíteni. Viszont nem hiszem, hogy nyáron bejelentik, össze megjelenik. Vagy mikor jelentették be az xbox uh, Hivatalosan az xbox vannak, mikor volt a Showcase? Az még előző e 3 nem. Akkor vadul gépel. Mindjárt megmondom az információt. <laughs> Most már Quality content gyártunk. A Wikipédiát mm. nehéz böngészni, de meg lesz, meg lesz az. Májusban. Májusban bejelentették? Májusban. Azt a rohadt. Uh... És abban az évben jelent meg. Jó, oké, okay. fine. Érdekes májusunk lesz. Megkockázhatunk egy ps 5 öt májusra? bejelentést. Igen. Már nagyon érik a vége ennek a, ennek a ciklusnak, és azt is nézve, hogy a reddet hogy lett időzítve, az ideális lenne. Uh -huh. Mert hogy a Rockstar nagyon ráállt erre, hogy a ciklus végén jön egy játék, amit eladhatnak egy év múlva a ciklus elején is. Igen. És, és, hogyha, és hogyha ők tudják, mert ők tudják, hogy mikor jön a következő konzol, akkor simán lehet, hogy ezt előre így be volt ütemezve, valamilyen Black Magic Rivel, hogy mikor hogy legyen, és akkor lehet, hogy lesz egy ps bejelentés. Szerintem az Xbox most külön utakon fog menni. Én azt mondom, hogy nem fog megjelenni egy klasszikus Xbox 2, hanem két konzolt fognak bejelenteni. Lesz egy uh, további vajosított uh, Xbox One X Plus. <laughs> Ez egy elég vad elmélet. A másik pedig egy uh, kvázi virtuális konzol lesz, ami az interneten ezt fogja streamelni neked, a contentet. Ez sokkal valami színűben hangzik, mint amit én találtam. Mert én a konzoloknál az a PS, nem tudom, hogy PS5 tradicionális lesz-e, az Xbox One-nál gondolkodtam el azon, hogy lehet rámennek a különböző erőségű konzolok megjelentetésére, vagy mm -hmm. a személyre szabhatóságra. Lord, hogy perifériákat gyárthatsz magadnak, és ez lesz az Xbox I, amit úgy szab személyre, ahogy akarod, mert a bukás volt az Xbox van, ami mindenkinek a központja és és a családi média központ is. Az Xbox következő konzolja egy olyan konzol lesz, ahol már használhatod az Re berendelheted elite kontrollerrel, meg webkamerával, De hát meg nélkül, meg voice kontrollal, meg voice control nélkül, meg ilyen erősségűt, meg olyan erősségűt, legalább három erősségű lesz. Ezt azért nem tartom valószínűleg, mert jelenleg is így működik, hogy hozzávágnak mindenből valami alapot, és uh, megveheted a 50 ezres elit kontrollált, ha neked olyanod van. De, de itt, itt... Um... Nem, le, nem lesz olyan, hogy három csomag lesz a boltban, mert bemegy a boltba John, vagy Tim, vagy Jack, vagy ha még rosszabb esetben Lucy. Fúj. És fogalma sem lesz arról, hogy most akkor me... Bonyolult. Nem szeretik a, 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 a amerikai piac nem szerető, hogyha valami, valami, túlságosan sok opcióval rendelkezik. Legyen két opció maximum, és ezért lesz az, hogy majd így mondja, hogy kérek egy Xboxot, mert a gyerek azt kér, és akkor mondja majd neki az eladó, hogy itt van az Xbox, kér hozzá sokkal jobb kontrollert, és mondja, hogy igen. Nyilván sokkal jobb az, amit te mondtál, én nagyon merészet akartam álmodni. De nekem nagyon volt mérséget elmondom. Nem, amúgy nem magam tudom, hogy én akkor olvastam, valamikor, még korábban, vagy két éve, hogy valószínűleg ez lesz a jövő. A most, hogy belegondolok, valószínűleg amúgy nagyon sok minden abban az mutat, hogy a Playstation az elengedte a negyedik generációt, és már nem igazán prioritás. Egy csomó sorozatokból kijött a záró. Tehát például a Uncharted-ból is kijött egy ilyen záró epizód. Egy, nagyon sok mindent már kiadtak újra, amit ki lehetett adni. A God of War-t mint egy ilyen show-off. Show címet, hogy mit tud ez a konzol. Um, és már az Uncharted 4 kapcsán is arról volt szó, hogy ez már a, a végső határát feszegeti a konzolnak. És mivel szerintem a, P a Sony úgy érzi, hogy ő folyamatosan nyeri ezt a, ezt a konzoláborút, megnyerte, nincs szükség arra, hogy radikálisan változtasson, ezért én én mennék azzal, hogy hogy PlayStation 5 egy teljesen ö, tradicionális PlayStation konzol fogunk kapni, PS5 néven. Ami relatíve szűkítette az új konzoloknak a megjelenési ablakát, csak mert régen éltünk anglicizmussal. <laughs> Ez nem anglicizmus. Nem? nem. Jó. Akkor, akkor az ablakot is használják ezt a kifejezést. Akkor nem? jó. Az az, hogy a Last of 2-ből már van gameplay. Megjelent cinematik is, meg úgy tűnt, hogy gameplay vagy gameplayének maszkolt cinematik, tehát edgy lesz a közönség, hamarosan meg kell jelenni a Last of Us 2-nek, az viszont már csak egy új konzolra fog megjelenni. Ami az új Playstation lesz. És? És hogy mivel már megvan az első garantáltan PS5-ös címünk, amit tavaly jelentettek be, ezért fogy az idő, tehát hamar Aha. meg kell jelenni a ps 5 Hogy ne legyen 5 éves window, a Last of Us 2 bejelentése és megjelenése között. Lehet. Én azért... bedobnám azt, hogy jön egy új Uncharted. Az új konzollal. Tudom, hogy az Uncharted sztori véget ért, de nem baj. Tudjátok mennyi bőr van még azon? Majd Nathan Drake fia jövőben kutat El a... El-elesett Maja kincsek után. Vagy ami ilyesmi. Szóval májusban jönnek az új... vagy bejelentik az új konzolokat? Addig elindul a Patreonunk is, lehet minket támogatni, ha, és, és meg tudjuk venni a konzolokat a ti pénzetekből. <laughs> mert a sajátunkból nem fogjuk. Mi ez itt a switch -el? Hát a Nintendo az mindig külön jár. Én azt tippelem, hogy fog jönni egy felturbózott switch. Egy volt switch. A karácsonykor, karácsony előtt, egy hónappal, novemberben. Úgy hívják a karácsony előtti hónapot. Szüksége van a Nintendo-nak erre? Mm, mert ha nincs, akkor a Nintendo nem fogja megcsinálni. Jó. És szerintem nincs. Nincs, mert veszük mint a cukrot, meg viszik, meg még nagyon sok dolgot nem adtak ki a Switchre, ami tradicionális Nintendo franchise, mondjuk az Animal Crossing, stb. Tradicionális Pokémon még nem jelent meg rá, fővonalas Pokémon még nem jött rá, az valószínűleg hátra van. Uh, és szerintem még akár egy Zelda is, is, benézhet, de én azért azt mondanám, hogy lesz valami, lesz valami hardware plus a switch el kapcsolatban. Jó. És hát mivel ezt nagyon nehéz turbózni, tehát nem lehet az, hogy izé, hozzácsapsz egy alkatrészt. És már az alján és a tetején is lesz egy kontroller. Az... <laughs> Tudom, akkor nem lehet beletenni a kis tokjával. <laughs> De ú, érzi, új dolgot kell venned, mindenkinek meg Ó, oh. Szóval én ezt mondanám, hogy jönnek az új konzolok, a Switch meg Being Switch. Ja, hát igen, az, az britigálható, hogy a Nintendo nem fogja követni a trendeket. Jöjjenek az új konzolok. Szerintem is jöjjenek, jó lenne. Mármint, hogy legyen, tegyük le a voksunkat. Én letettem, a te voksod azt sem, amit akarsz. Mondjuk, hogyha én nem teszem le mellette a voksomat, akkor én végén így is úgyis is nyer a csatorna. Mert a csatornámban a bögre megjósolta. Az, hogy a bögrén belül ki, az igazából lényegtelen. Tehát én azt mondom, hogy PS5 tradicionális, talán tud majd streamelni, de ebben nem vagyok biztos. Szerintem tud streamelni majd. Még az Xboxnak két verziója lesz, egy klasszikus és egy, egy stream do doboz gyakorlatilag. Ráködöd az internetre és kész, tudok ez mindent onnan old meg magának. Ez nagyon valószínű, ettől függetlenül én tökre örülnék, hogyha megpróbálna a Microsoft azt csinálni, hogy ez a build your own Xbox. Nyilván ez szembe megy az összes konzollal, de hogy egyre PC-sednek a fejlesztési szempontból PC-sednek a konzolok, ilyen buzzwordként ként talán... Nagyon-nagyon nehéz kiadni egy játékot. Tudom, ez nagyon sok sebből vérzik, csak nem akartam a mederben gondolkodni. És látod, meg is lett az eredmény. Meg lett az eredmény, remélem tanultál ebből. Soha többé nem gondolkodom. <laughs> Rosszul. Van. Na jó van, ennyi volt szerintem az összes tippünk. Most hirtelen nem is tudom, Lucas Pop következő játék az majd 2025-ben lesz, úgyhogy azt aludjunk addig egy kicsit. Most a kis gondolok. A Minecraft tovább folytatja a skin, skinezést, ezen túl pedig ja, és a akkor, Warner Brothers elő bocs, egy Batman játékkal. Nem fog. A, vagy de elő fog, tényleg elő fog. A City of Owls, vagy Council of Sparrows, of vagy micsoda. Red Dead, igen, tehát lesz, lesz évvégén egy Red Dead PC. Ja igen, a, én ahhoz kötném a, a PC-s megjelenését a Red hogy lesz-e új konzol. Ha, a, ha is amennyiben lesz új konzol, lesz PC-s Red Dead ha 2020-ban lesz új konzol, akkor a PC-s redded is. Nem, nem. Eddig. Én biztosra veszem, hogy lesz végén PC-s uh, redded. Mert hogyha ne talántán véletlenül hamarabb adnák ki, mint a konzolt, hát akkor kiadják azt a verziót, ami most konzolom van. És amikor jönnek az új konzolok, akkor lehet majd upgrade-elni, mert nyilván az lesz, hogy nem fogják még egyszer eladni, mert nem akarják, hogy a játékos bázis az, az felbomoljon, mert az online miatt fontos, hogy betartsák, ezért lehet majd upgrade-elni az új uh, verzióra valamennyi pénzért. Ez egy olyan húzás lenne, amit a PC-s közönség imádná. Nem bírná el egyszerűen kivetni a szervezetéből. <laughs> oh, Ugyan már. De egy olyan lépés, amit a Rockstar ból meg kinézem, hogy meglép a túlki és a rockstar, és egyébként igen, a, jó, lehet, hogy ez így nagyon fosú hangzik, de a hardcore PC-s közönség kiveti magából az ilyen arcpirító, pődületes szar exploitokat. Abszolút igazad van, de tudod, kinek ki nem számít jelentős vásároló A hardcore PC-s közönség. Viszont hangos kisebbségként azt elég majd, nagyon, rossz jó. marketinget tud elrendezni. Hajrá. Mármint pr Amúgy pedig nem beszéltünk a paradoxról. Köszönjük a figyelmet! De nem, 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 ezért jöttek a népek. Márciusban vagy másban, vagy mikor jön az imperátor is. Na. Nincs hivatalos megjelenés, de állítólag jön az imperátor is. De most mondod, mikor már mindenki leírta akkor kommentet? Bocsánat. Valest. Nem, a mi hallgatóink azok normálisak. Véghallgatják, és utána írnak kommentet, vagy előtt írnak kommentet, de nem közben. Én... rengeteg olyan üzenetet láttam Discordon, hogy még csak a hatodik percnél járok, de. Uram, <laughs> Úgyhogy... mert a Discordon van a krémje. <laughs> hát a legértelmesebbiket. Na persze. Tehát, hogyha te a legértelmesebbek közé tartozol, várunk Discordon. Uh, illetve Discordon nagyon keveseket érdekel a Paradox, tehát <laughs> ők nem, nem, nem iragadják. Mindegy, szóval én az Imperátor, azt nagyon várom, az EU4 le fog lassulni, a CK2 befejeződik, uh, és uh, bejelentik a Victoria 3-at össze. Jó. Ó, oh, oh, jó, már <laughs> leesett. <laughs> <laughs> Átment, <lesett>. hát, hát. <laughs> Jó. Aha, azt hiszem ennyi. Mi, mi az, amit megjátszunk? Ja, Forma 1. Ú, uh, nagy, 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 nagy tip! Nem fog megjelenni a Forma 1 2019. Na, miért nem? Mert uh, letölthető DLC lesz, uh, fizetős DLC lesz a 18-hoz. Platformizálják a Forma 1-et? Yep. Hosszú távon vagy? Yep. yep, yep. Vagy pedig, ha megjelenik a 19, akkor az egy, uh, egy buta, de új engine-en lévő verzió lesz, és az lesz a központi platformja innentől kezdve. Tehát lehet még a 19-20, mm. de utána már, már ez lesz a jövő. És valahogy megpróbálják majd uh, live service-esíteni az egészet. Jó. Azt hiszem ennyi. Valószínűleg nagyon sok mindent kihagytunk. Lesznek simszák biztos, lesznek. No, pes is biztos lesz ilyesmi, de. Hát, de az ilyenekre. Írjátok le kommentbe, hogy mit gondoltok ezekről. A dolgokon. De ezek ilyen balitika ható dolgok. Mi a vad dolgokat mondtuk. A vad dolgokat. Mint mondjuk a következő Bajosokkal. Lesz, lesz következő Bajosok. Hát én már tavalyra beígértem, úgyhogy lesz. Fine. Nincs más választásuk, mint Hát akkor a... köszönjük is a figyelmet, érdögök, hogy Timmit váltok 2019-től, és um, találkozunk jövő héten. Is. Meg a 7KB mindennapján van kedden most már videó. Kedden találkozunk, így ketten velük. Igen. A nézőink is. Ennyi. Ennyi. És sikerekben gazdag 2019-et, legyenek jók a játék. <laughs> ne vegyetek lootboxokat. Vegyetek Pringles, mert hoz jár lootbox. Azt én úgy szeretném. Alapból szoktam pringles venni. Vagy vegyetek Twitch Prime-ot, ahhoz is jár lootbox, meg ingyen játék, meg bögre emotikon, hogyha ránk iratkoztok fel nice. Smooth. Sziasztok! Pá!